Egy jó minőségű berendezés időben jelzi a bajt. A hideg időben fokozott terhelésnek vannak kitéve a fűtőberendezések. Ezzel együtt megnő a szénmonoxid szivárgás kockázata is. Tegnap egy szolnoki lakásban történt hasonló eset. A lakó a rosszul létből és macskájának viselkedéséből következtetett a bajra, de végül kórházba kellett szállítani. A házi állatoknál azonban létezik biztosabb módszer a védekezésre. A szénmonoxid mérgezés az egyik leggyakoribb háztartási baleset, amelyet leggyakrabban a helytelenül használt tüzelőberendezés, kémény, kályha, kandalló, gázsütő, gázszárító, gázkazán vagy gázvízmelegítő okoz. A korábbi esetek elemzése azt mutatja, hogy ezek nagy részének hátterében szabálytalan kivitelezés, az időszakos ellenőrzés és karbantartás elmulasztása, vagy a szellőző elemek lezárása volt. A hibás készülékek működése miatti tökéletlen égés során mérgező gáz szabadul fel, amely azért különösen veszélyes, mert szintelen, szaktalan, a levegőnél alig könnyebb, nem irritáló, amely megakadályozza, hogy a vér megfelelő mennyiségű oxigént szállítson, ezért másodpercek alatt eszméletvesztést okoz. A nyílt égésterű fűtőberendezések esetében gondoskodni kell a helyiség oxigén utánpótlásáról, hiszen a kazán lángja a szoba levegőjét használja el, így az oxigénszint csökkenésével tökéletlen égés valósul meg, amely szénmonoxid termelődéshez vezethet. A modern műanyag nyílászárók teljes szigetelést biztosítanak, így azokban érdemes légréseket beépíteni, amelyeket nyitva hagyva már biztonságosan üzemeltethetjük a fűtőberendezést. A balesetek viszonylag kis anyagi ráfordítással megelőzhetőek, hiszen a szénmonoxid koncentráció emelkedését egy jó minőségű szénmonoxid érzékelő megbízhatóan jelzi, éppen ezért nagy segítséget jelent a balesetek megelőzésében. Természetesen csak a megfelelő minőségű szénmonoxid érzékelők tudják funkciójukat betölteni, és az is fontos, hogy a készüléket a gyártó előírásainak megfelelő helyre és megfelelő módon telepítsük. Fontos tudni, hogy ezeknek az érzékelőknek is van szavatossági idejük. 5-7 év után le kell cserélni azokat.